Hányszor kérdezték meg azt tőled 2009-ben, hogy fáradt vagy-e? Elég sokszor megkérdezték, de a válaszom mindig az, hogy erre nincs időm. Tehát nincs időm fáradtnak lenni, és azt hiszem, hogy ebben a menetelésben erre nem is nagyon van lehetőség. Én úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy ugye tényleg egy kicsit hanyatlott a formánk, nagyon sok olyan dolog hátráltatott minket, ami normál esetben ugye nem történik. Ugye a klub szinten olyan eltiltást kaptunk, hogy 6-7 hetet kellett talán 2,5-3 sorra játszani ilyen szinten, heti háromszor. Azért az nagyon sokat kivett belőlünk, de én azt hiszem, hogy annak ellenére mindenki nyugodtan nézhet a tükörbe. Mi lesz a vége? Matematikailag még van esélyetek arra, hogy 8-ba jussatok papíron? Valós lehet a matematikai számítás? De remény hal meg utoljára, és ezzel azt hiszem, minden magyar jégkorongos így van, és ezért is értük el ezt a csodát, ugye, amit Szapporóba sikerült elérni. Tegnap valami olyan történt végre, ugye hát egy az, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat, azt hiszem 6 meccsből 5-öt játszottunk idegenbe, tehát nem nagyon tudtunk ugye hazai közönség előtt szerepelni, most viszont az utolsó 10 mérkőzésünkből 7-et itthon játszottunk, ugye, mert tegnap kezdtük meg a Jesenice ellen, ahol ugye 5-1-es verést mértünk a Jesenice csapatára. Hogy vége van az Ebel Ligának, jóformán beleestek a válogatott szezonba, sőt még a magyar bajnokságban is lesz bőven dolgotok. Hogyan lehet ezt bírni fizikálisan, mentálisan, mennyire lehet erre előre készülni? Ugye itt az előbb is Pet Cortina azt mondta, hogy már legyen ott a fejekben az, hogy mi lesz Rigában. Lehet egyáltalán ennyi mindent fejben tartani? Igen, ez nehéz kérdés, és te is említetted, hogy a fáradtság az egyik kérdés, a másik meg ugye sokan hozzám szegezik azt, hogy mi lesz április 24-én majd az átcsoportos világbajnokságon. Sokan az olimpiai selejtezőt elfelejtik ugye azt, hogy nekünk nagyon komoly menetelésünk van, ugye nap mint nap, hétről hétre. Én azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban és az elmúlt években szépen fokozatosan volt időnk azért beleedződni abba, hogy ez a heti 2-3 kemény mérkőzés, ugye ez az Interligának köszönhető, ahogy a 2000-től kezdtünk el szerepelni. A tavalyi Ebel szereplés, ugye az 42 meccs volt, 36 alapszakaszbeli mérkőzés, 42 plusz 6 ugye volt a rájátszás. Hát az idei szezon az egy kicsit más, tehát ez a heti 3 meccs azért ez nekünk is úgymond szokatlan. Érzésem szerint azért abszolút felvettük a kesztyűt, és kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel, de úgy érzem, hogy azért a magyar játékosok hozzák azt, amit elvárnak tőlük. És akkor, ahogy te is említetted, be fogunk esni a válogatottba, de talán amit az edző is ugye kiemelt, Pet Cortina, hogy azért voltunk már annyit itt az elmúlt időszakban, elmúlt években, hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk, egy kicsit fejben fel kell készülni arra, hogy milyen feladat vár ránk. Nagyon jó volt, amit említett, mert tényleg azt mondta, hogy nem azt várja el tőlünk, hogy kimenjünk Rigába és nyerjünk, mert hát azért azt látni kell, hogy annak a tornának abszolút nem mi vagyunk az esélyesei. De ugye sport, és már bizonyítottuk, hogy a sportban bármi megtörténhet. Szokásos mondata is elhangzott, hogy lépésről lépésre haladunk. Tehát a kinti első mérkőzésre készülünk, aztán majd utána, hogy meglátjuk, hogy mi lesz. Ő azt mondta, és szerintem mindenkinek a szem előtt ez lebeg, hogy mi mindig kihozzuk magunkból a maximumot, és akkor már nem érheti a csapatot semmifajta kritika. Ami a rigai hétvégében és az alcsoportos világbajnokságban közös, az az, hogy a 2008-as évben mindkét fogás nem ment, tehát a világbajnokságon és az olimpiai selejtezőn esélyesként léptetek jégre. Most változik a helyzet, és minden egyes győzelem, siker az bravúr kategóriába sorolandó. Mennyire lehet ezt a váltást kezelni? Azt hiszem, hogy ez valamelyest egy könnyebbséget adhat nekünk. Ugye ez látható, hogy az elmúlt években szerencsére nagyon sok világelithez tartozó, sőt, többszörös világbajnok válogatottakat sikerült ugye idehozni a magyar közönség elé. Egy az, hogy ugye a Budapest Arénát talán mi vagyunk az egyetlen olyan csapatsportág, aki már többször megtöltötte a lelátókat. Ráadásul ugye 2002-3-tól kezdve minden évben szolgáltattunk valami nagyon komoly meglepetés eredménnyel. És akkor oda jutottunk, hogy a világbajnokságon már egy ukránok ellen egy kiki meccset játszottunk, és nem következett be ugye az a várva várt, ezt csak idézőjelesen mondom, magyar betegség, ugye, hogy egy 3-0-ra elvezettünk, jött a 3-2, és jaj, most jön az utolsó harmad, és akkor összeomlik a magyar válogatott. Hála Istennek ez nem történt meg, és tényleg erre rácáfoltunk. Most meg ugye jön egy olimpiai selejtező, lett az olasz és az ukrán válogatott ellen, hát
azért ismerem a magyar szurkolókat és a magyar laikusokat, akik ugye azt mondják, na jó, hát az ukránok már zsebben vannak, őket megvertük egy 6-8 hónappal ezelőtt. A letteket otthon biztos elbizakodottak lesznek, akkor el lehet sípni, hát az olaszoknál meg már majd, hogy nem jobbak vagyunk, tehát én ezzel is tisztában vagyok. De még egyszer mondom itt a poént félretéve, hogy tényleg hozzuk ki magunkból a maximumot. Ez a csapat ugyanúgy működjön együtt, ahogy tette a Szapporóban is, a Budapest arénában, és akkor bármi lehet. Talán most akkora teher nincsen rajtunk, talán abból a szempontból, hogy sokkal jobban a középpontba kerültünk, tehát ilyen médiai érdeklődés szempontjából, de ebben a nehéz időszakban, amit ugye most átélhet nem csak a világ, hanem azért Magyarországon még jobban kidomborul, nagyon jó dolog azt látni, hogy mi mosolyt tudunk csarni az emberek arcára.